Én úgy gondolom, hogy a Honvéd volt az első, az szerintem azon lépjünk túl minél hamarabb, mert az nem ment valami jól. Viszont kielemeztük a hibáinkat, és nem tudunk is belőle, úgy gondolom. Azok a meccsek, amiket kellett volna hozni, azokat hosszuk, kivéve most az a múltkori meccsünk, ez elég szerencsétlenül sikerült. Hát egy hosszú, küzdelmes meccs volt, ami végén nem mértünk ki szerencsésre. Kettőszörös meccset is elveszítettünk, azok fontosak lettek volna. De szerencsére ez még annyit nem maradt, mert mind a kettőt kijavíthatjuk a második körben. Ugye még mindenkivel játszunk egy visszavágót, és ha az első négyben vagyunk, akkor egy ilyen elit csoportba kerülünk igazából, ahol legrosszabb esetben B-döntő az már biztosított, 9-től 16. helyért. Ha ez nem sikerül, akkor is még van esélyünk, hogy A-döntőbe jussunk, csak az egy picit talán rögösebb útnak tűnik. Mi igazából csak fehérvári srácokból válogatunk, és velük dolgozunk, de azt gondolom, hogy nyilván az első 4-5-6 csapat egy kicsit kiemelkedik a mezőnyből, viszont a többi csapat az egy elég jó, elég azonos szinten van, és nagyon jó meccseket tudunk játszani. Te már az U18-asok között is pályára lép. Mi a különbség a két korosztály között, egy érzése? Hát sokkal gyorsabb a játék. Nagyobbak ugye az emberek, vagy hát nehezebb a parányokat is dolgozni. Szóval természetesen szeretnék a felnőttbe is elérni dolgokat. Hát szeretném, hogy az NBA-be játszok. Mit jelent számodra ez a hónap játékos elismerés, amivel megválasztottak téged? Ugye örülök neki. Én kaptam ezt a megtiszteltetést, mivel a csapatban nagyon sok jó játékos van, és a munkámat jutalmazták, úgy érzem, hogy volt mi értelme. Ez alatt a másfél év alatt az EIBL az nagyon jó volt, nagyon tetszett, hogy elutaztunk Montenegróba a csapattal, és ott kezdtem el igazából a csapat tagja lenni. Ott játszottam először nagyobb időket, úgy mondhatom, és az jó volt, mert ott befolyakodtam a csapatba úgy. Van egy 8-9-10 ember, akire igazából bármikor lehet számítani meccsen, akit bármikor be lehet dobni a mélyvízbe is, úgyhogy igen, egy jó társaság verődött össze, aki összetart a pályán kívül is. Egy hosszabbításos mérkőzés után az egyik játékos a magyarázkodást szenvedett, és odajött a meccs végén, hogy elnézést szeretne kérni, hogy nem tudott segíteni a csapaton. Na ez olyan motiváció, hogy ez egy olyan jó érzés volt edzőként, és szerintem ezt a szülőknek is, hogy érezhetik, hogy itt a gyerekek jó kezekben vannak, és ha már ilyen jó gyerekek vannak a kezünkben, akkor nekik megpróbáljuk megadni a legtöbbet, hogy ne csak jó emberek legyenek, hanem jó játékosokká is tudjanak válni.